Az Eau Rouge kanyar olyan, mint a Mont Everest hegycsúcs. Sokan meg akarják mászni, de nem mindenkinek sikerül. Az elmúlt hétvégi belga nagydíjon a Toyota tesztpilótája, az ausztrál Ryan Briscoe volt az első áldozat, aki a pénteki szabadedzésen bukott hatalmasat az Eau Rouge-ban. Igaz, mint később kiderült, nem önhibájából. Az ausztrál pilótának talán épp az volt a szerencséje, hogy az Eau Rouge meredeken emelkedik, így mire a Toyota a gumifalba csapódott, már elvesztette nagy lendületét. Nagyon szerencsés vagyok, hogy sérülés nélkül megúsztam ezt a balesetet. Semmit sem tehettem, mert az Eau Rouge bejáratánál kaptam egy jobb hátsó durdefektet, és az autó azonnal irányíthatatlanná vált.